Üdvözlök mindenkit, ez nem más, mint a kedvenc sorozatotok, a kommentek, amikor reagálunk mindenféle idiótának kommentjére. Ez egy kicsit sértő, de ez az igazság. És ismételten nem vagyok egyedül, ugye, és itt van veled Stefusz. Sziasztok! Kezdjük is az első kommentünkkel. Hazai Attila, Anonymous-on azt szeretném megkérdezni, hogy kiszállítás ingyenes-e, illetve fizetni kell-e vám adót? Válaszukat előre is köszönöm. Ezt azért mentettem, nem, mert többes szám. Mert az Anonym Headquarters, tudod, az ja, igen, állt igen, belőlem, belőled, mert kis nigériai munkásokban editelik a videóim. Jó nagy nyomorékok vagytok. A Samsung igen is jó márka és jó telefon csinál. Oké. Oké. Nekem semmi bajom az Apple-el, de a Samsung legalább olyan jó. És nyugodtan rak bele a videóban, majd jót rögök rajta. Tessék. Hát akkor kacagjunk együtt. Csak mondom, ha ez vicces akarna lenni, csak mert attól messze jár. Csak mondom, ha ez magyar akarna lenni, csak mert attól messze jár. Time, son. I got wrecked. Sorry. Nem is tudtam, hogy Anfield néz téged. Én se, ez csak kétszer te. Örülünk! Nem hiszem, de még mindig kapom őket. Még mindig de van első. De mi az, hogy XD? Az a mi XD? De még mindig van elsőző. De miért élvezi azt, hogy 10 percig fönn lehet az, hogy első, miután mielőtt törlöm? Tehát ez kinek éri meg? Szia, nagyon jó videó, lájkolt. De egy kérdésem lenne az, hogy hogy csináltad, hogy felhúzta azt a menüt, és azt és elhúztad, aztán lekapcsoltad azt, hogy csatlakoztatod hozzá a telefonod. Nem a Control Centerre gondolt, hogy de, lecsatlakoztál de. Annak? Ez így megvan az eső, hogy egy iPhone 4 felhasználó írja, akinek nincs iOS 10, tehát a Control Centerre nem úgy néz ki. Ó. Oh. Ez most jutott eszembe? Hoppá. Ugye? Akinek nincsen pénze jó telefonokra, áááááá! És elmagyaráztam még egyszer? Hogy csináltad, hogy felhúztad a menüt, és ott elhúztad, és ott volt egy három lap neked, és ott kikapcsoltad az égőt, na ezt hogy? Milyen égőt? Ó! Oh! Mutattam a demo képek között, ott, hogy van egy harmadik lap, hogyha van HomeKit-ed. Ja! It's a My Mario. Amikor megpróbálsz bevágódni a csajnál azzal, hogy tudsz angolul, de nem. Istenem. It's so good video, bro. Good, so good. Yeah, so good. Ó, tényleg. Szebb jövő 2000. Miért nézel ki ilyen fogyatékosan? Mondja nekem Somogyi Dávid, akinek nincs profilképe. De, egy pénisz. Amikor nem tudsz vitatkozni azzal, amit hallasz a videóban, de továbbra sem értesz egyet, hiába hallod a tényeket, akkor jön ez a válasz, tehát... Nem? Mert nem ez vagy. Jó, mondjuk igen. Köszönjük. Ismételten elérkeztünk a... Emberek, tudjátok, hogy nekem van valami, ami nagyon drága? Nem? Akkor most már tudjátok. És képzeld el, ilyen fúszargép, és így benne ilyen... Egy méter magas processzorhűtő. De itt látod, hogy a szociális, ilyen kis számláló, hogy a gyerek plüü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 üm, mert... Hey, hello, Dávid vagyok, milyen neve? Ja, és méteres a processzorhűtő. Tamás vagyok, és nekem drága volt a processzorhűtőm, és így három nővel megy már ki az ajtón, nagyon durva. A hangszóró hogy készülhet full fémből? Tudtam, hogy kell hozzá egy állandó mágnes, egy résztekes és egy membrából áll. Igen, nyilván nem arra gondolt, hogy egy vas darab a hangszóró. Igen, köszönöm. Tehát az, hogy valami full fémből kész, ez nem azt jelenti, hogy konkrétan 100%-ig, kórig, minden alkatrészem, mert ez ja, tömör, még levegő sincs benne. Van egy full alumínium telefon. Annak sem, az alaplapja sem alumíniumból, meg a képernyője sem, tehát az nem érződik. Na most, ez a magyar mondat, kell hozzá egy állandó mágnes, egy résztekes és egy membránból áll. Mikor írás közben látod, hogy itt elkezd googlozni itt a közepén, hogy mi kell még bele, és akkor befejezi a mondatot, és ne elfelejtett, hogy hogyan kezdte ja, el, tehát a kettő között 5 perc. Ja, és RAM-ot ha veszel, akkor egyet adnak, vagy külön kell megvenni egy laptopba. What? Tehát minek megy az ember 80 ezerért füles, lehet venni 300 forintért, ami szerinted egy 11-es bassza és 10-es hangulása van. Remélem ez a felelősség, vagy a feleslegesség ez a táblázatodnak, és az a nem is értes feleséget hangoztatását. Most mi a probléma? Tisztázzuk ezt. Szóval szerintem nincs értelme 80 ezerért fülest venni, amikor akár 300 forintért is vehetsz egy ilyen fülhallgatót.
volt a videómnak az üzenete, amivel továbbra is egyetértek egyébként, és ő azt mondja, hogy szóval azért nem érdemes megvenni 80 ezerre a füles, mert 300 ezerre kapsz olyat, aminek olyan hangzása van. Nem. Nem ezt mondtam. A tízes hangzás az úgy az árkategóriához képest, tehát nyilvánvalóan nem fog jobban szólni ez a fülhallgató, mint a 150 ezer forintos házi mozi rendszerem a Sonytól. Az úgy érződik, nem? Vagy mondjuk egy 100 ezer forintos Beats füles. Ennek nem, nincs olyan jó basszusa, de egy fülhallgatóhoz képest, ami ráadásul mondjuk 5000 forint alatt van, teszem az 1000 alatt, no offense, akkor szerintem jogos ez a megközelítése az áraknak. Köszönöm szépen, hogy megpróbáltál belekötni abba, amiben nem kellett volna. 64 GB, én egy iPhone SE-t vettem, nagyon jó, a 6-os már egy kicsit lassú lehet, de akkor is jó. Most egy iPhone 6-ról váltott SE-re. Nem tudom, hogy mi alapján mondja, hogy az iPhone 6-os lassú, de szerinted lassú a 6? Nem. Jó, akkor azt hiszem, hogy nekünk van egy kicsit validabb dolog. Szerintem nem lassú egyáltalán. Hát de azért jobban lassú, mint 6-es, nem? Hát igen. Na azért arról beszélünk, igen. Te hülye vagy, nem lassabb, de mindegy, most már iPhone 7 tett, utána 7S-et kapok. Kevin, ne, kérlek. Nem illik hangoztatni azt, hogy anyucinak sok pénze van. Főleg a 12 vagy. Te sügér, 2016-ból 2012, az mióta 4? Te sügér, matek 1-es. Bocs, tényleg 4? Elnéztem! Aaaaaah! De miért írtad oda, hogy bocs, tényleg 4? Csak rosszabb lett. Nekem nem akarja megnyitni a bootot, és nyomom a delete meg az F2-t is. És nem az a boot, nicsa meg. Mind... Miről beszélünk, Miki Réci? Valaki internet driver linket. Adom, zombi adlak. Hallod, miért? A Mac Pro-ra rá tudsz rakni Win 10-et? Igen. Mi ez a vita? Ez hol kérdés? Olyan gamer, hogy csináltad, hogy Everything Apple Pro videóját berakod a te videódba? Varázslat. Magic Getsy, Magic. Hát csak hogy hogyan csináltam, hogy az ő videója benne volt az enyémben. Ja. Mert addig nem volt kérdés, hogy csináltam, hogy egyszerre 5 videó megy egymás, mert nem. Az ott a kérdés, hogy más videóját hagyom. Bakiból írtam a Mac Pro-t és a Win 10-et. Az a kérdés, hogy lehet ez Baki volt, de Mac-re tudsz Win 10-et Windows-t rakni? De az előbb is azt írtam neki, hogy igen. A válaszom továbbra is az, hogy igen. Lehet rá. Fogad már el! Ez egy Baki volt, főleg a nemet igenenek írtam. Félreolvastam. Hát az 5 nem éri meg tényleg XD, a SE sokkal jobb. Hát kek. Nagyon ügyes vagy. Wow! Telefon, ami 135 ezer forintba kerül most legjobb esetben, az jobb, mint egy 25-30 ezer forintos telefon. Ezt nem gondoltam volna. Legalább ketten vagytok, Szandi, Lili, nem áll. Egy megfékezhetétek volna egymást, mielőtt így poszt, hogy megfogta volna a vált, hogy na! De nem, akkor éppen kim volt. Ezt most szedjük össze. A gyerek azt mondja, hallod, miért a Mac Pro-ra rá tudsz rakni Windows 10-et? Mire igen mondom, hallom, igen. Mi a kérdés? Szia, hogy az lenne a kérdés, hogy lehet ez Baki volt, de Mac-re tudsz Windows-t rakni? Mint hogy az előző válaszomban is írtam, igen. Mire most ő? Akkor minek kezdett, hogy mi a kérdés? Ákos, a rohadt élet, hány éves vagy, te szent Isten? Ez mennyi kommentet írt? Így van, ez az a típusú ember, aki mindenre válaszol a komment szekcióban. Ne légy olyan, mint Szápi. Ez nagyon rossz dolog. Úristen, energiatakarékos lett a processzor, 2 órával hosszabb üzemidő, vízállóság és jobb kontraszt arány. Atyaisten, igaza van, ezek nagy változások, egyébként szeretem az Apple termékeket, de ez a telefon nem venném meg, főleg, hogy még drágább is lett. Ja, hogy ezt ő izének írja, ezt ő cinikusan írja, mert hogy szerinte ezek nem nagy változások. Tehát szerinted az, hogy 2 órával tovább bírja egy telefon, az nem nagy változás. Meg hogy mondjuk vízálló. Meg hogy vízálló lett. Hát könyörű. Meg hogy jobb a kontraszt arány. Jó, a kontraszt arány talán az egyetlen, amit meg tudok érteni, mert az annyira nem feltűnő. De azt mondja, ja meg az átalakítóról, ha elhagyod, akkor megveheted jó drágán, csak ennyi baj van vele, egy jack csatlakozót meg nem tudsz. Vagy használjuk bluetoothos felhallgatókat. Na hát az alsó kategóriában némelyik olyan retek, hogy... Figyelj! A probléma az, hogy... Az átalakítót könnyű elhagyni, köszönjük a fülhallgatót is, meg magát a telefont is. Nagyon drága utána megvenni, mint ahogy láthattuk eBay-en, $1 lehet ilyet venni. Valamint, ha bluetoothos felhallgatót akarsz hallgatni, akkor az olcsók közül néhány szar. Ezek... Néhány! Ezek erős érvek, azt hiszem. Ez...
én nem megyek föl Budapestre, mert ott élnek olyan emberek, akik elgondolkodtak már azon, hogy megöljenek valakit. Te elmennél egy ilyen helyre? Én sem. You have a new message. iPhone. Metronome.